Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a vendég Parti Nagy Lajos, író, költő, kritikus, a Digitális Irodalmi Akadémia megalapítója, és sorolhatnám még, több mint 30 díja van, különböző díjak, mindenhez hozzájött még egy igen érdekes és izgalmas minősítés az elmúlt hetekben, ami úgy hangzott, ráadásul a kultúrpápa, a jelenlegi kultúrpápa minősítése, a kortárs szerzők közül külön kiemelt te a te nevedet, és azt találta mondani egy igazi kultúremberhez méltón, hogy a tehetségéhez képest az utóbbi időben szarokat ír, mondta volt rólad. Megjegyzés? Hát ehhez nem nagyon lehet mit mondani. Hát nyilván sokat olvasott tőlem, és alaposan, és úgy találja, hogy az utóbbi években rosszabb minőségű, amit írok. Hát ez teljesen rendben van, szíve joga. Egy olvasó az olvasók közül. Láthatólag sok olvasó ezzel nem teljesen értett egyet, de hát ez is a dologhoz tartozik. Én ebből nagyon szívesen kimaradtam volna, ugye, főleg abból, hogy erről kérdeznek, mert hát most erre mit mondjak, ez roppant szubjektív ez ennek a megítélése. Nyilván nem az egyetlen, aki így gondolja, mások meg máshogy gondolják, ettől nekem nem lesz se jobb, se rosszabb. Tudod, mi ebben a félelmetes? Hogy volt ebben az országban egy másik kultúrpápa, úgy hívták, hogy Acél György. Én most elmondok egy történetet, ez eddig nem került nyilvánosságra soha. Már nem volt hivatalban, amikor én egy este fölhívtam. Azzal kezdte, hogy ő nem ad interjút. Mondtam, nem is interjút szeretnék. Azt mondja, akkor mit? Csak egy fél órát az ön könyvtárában. Még az se kell, hogy ön ott legyen. És ez miért kell? Mondom, szeretném kiírni a dedikációkat. Erre egy nagy kacagás volt a válasz, és azt mondta, hogy szó nem lehet róla, de viszont ötletet adott. Jóval később tudtam meg a hagyaték kezelőjétől, hogy a végrendeletébe ezek után betette azt, hogy halála után a könyvtárat szét kell ajándékozni, de a dedikációkat ki kell vágni, és 25 évre, amit utána meghosszabbítottak, 25 évre titkosítani kell. Csak hogy a kulturális különbséget jelezzem a két kultúrpápa között. Hát nem gondolom, hogy az illető kultúrpápa lenne, semmiképpen nem. Fel lett kenve miniszterelnök által? Hát és miért is, kicsoda ez a miniszterelnök, aki fölkeneget, vagy egyáltalán az egész, hogy. Nem, most egy ilyen magas polcon van, ahonnan mindenfélét kinyilatkoztat, de hát nem olyan, szóval én inkább ezt én bosszantónak, meg minden, de elég érdektelennek gondolom és találom. Egyébként a két érát tényleg teljes képtelenség összevetni, még hogyha azt veszem a kultúrájában is képtelenség összevetni, mert ebben az érában is vannak nagyon kulturált figurák, és abban az érában is voltak egészen sült bunkók poszton vagy hatalomban. Hát a hasonlóság az természetesen megvan, mindent uralni, mindent látni, mindenről tudni, és mindent, ha lehet, akkor kézben tartani, csak hát ez ugye most nincs olyan szerencséje ennek a rezsimnek, hogy valóban ezt meg tudja tenni, mert bizonyos játékszabályokat pillanatnyilag kénytelen betartani, amíg itt vannak a határok, amíg Európai Unió van, viselkedni kell, hogy úgy mondjam. Úgy gondolod, hogy nem lesz? Nem, úgy gondolom, hogy lesz. Az és gondolom, a határok nem is lesznek. Nyitva maradnak? Igen, azt gondolom, hogy a határok is nyitva maradnak. Igen, ezt gondolom. Igen. Ezt gondolom. Felolvasok rólad egy méltatást, kíváncsi vagyok, hogy tudod-e, hogy honnan való. A kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb nyelvművésze, emblematikus alakja, posztmodern költő király, aki költőként, próza és drámaíróként, illetve műfordítóként is meghatározó helyet foglal el napjaink magyar irodalmában. Hát ez valami,
Valahol a neten van, mert ez egy ilyen visszatérő fordulat, amit ha most azt mondom, hogy nem nagyon szeretek, akkor olyan, mint a riszálnék. Pedig ez a... Ezt olyan nagyon nem szeretem. Nem tudom, hogy honnan van. A neten több helyen ezt látni, mert hogy nagyon sokan, akik átvesznek bármilyen... Forrás megjelenés nélkül teszik. Nem is a forrás megjelenés nélkül, hanem hogy ezt már többször így visszamenőleg lehet. Akkor elmondom neked, hogy honnan való. A Petőfi Irodalmi Múzeum digitális katalógusából. Hát nézd, szerinted meddig maradott? Azt gondolom, hogy sokáig. És ez a digitális katalógus sokkal, sokkal régebben van, ugye a díjat, ez egy 23 éves történet, tehát 1998-ban kezdődött, és merem remélni, hogy még jó ideig megmarad. Hogy ezen belül mindenféle epizódok, mindenféle dolgok történtek, de hát jönnek-mennek az epizódok. Azért mégiscsak meg kell kérdeznem, hogy biztos vagy benne, hogy ott marad, hiszen az Erdélyből importált önmagát Orbán Fannak kikiáltó Petőfi Irodalmi Múzeumi igazgató, államtitkár és ki tudja még mi micsoda, közölte, hogy 80%-a a magyar irodalomnak kuka. És gondolom, hogy itt... Engem is vele értette be a 80%-a. Hát hogyha ez a leosztás, akkor szomorú lennék, hogyha nem értett volna vele, bár abban is egészen biztos vagyok, hogy akit a 20%-ba ért, azok között bőven vannak nagyszerű kollégák, akik ők se érzik magukat ettől nagyon jól. Egyébként azt hadd mondjam itt meg, hogy ez az Erdélyből importált, ez nem jó. Nem tetszik? Nem, nagyon. Mert? Nem. Azért, mert egyfajta kultúrrasszizmusnak gondolom ugyanúgy, mint bármelyik kultúrrasszizmust. Ezek a fiatal emberek, akik itt pozícióhoz jutottak, ezek nem azért jutottak pozícióból, ma föltétlenül Erdélyből jöttek, azok Erdélyből ugyanúgy, ahogy Zala megyéből, Szabolcsból, a Kisalföldről, és nem tudom, hogy honnan, a Vajdaságból, bárhonnan, különféle preferenciákkal, különféle jellemekkel jönnek és keresik a helyüket az életbe, tehát a erdélyizni a szóval tovább egy ilyen liberális kultúr foglalkozásnak számít. Ezt én nagyon-nagyon nem szeretem, ahogy nem szeretem az összes többi ilyenfajta kirekezdősdi. Tehát eszembe sem jut akár egyikükről, akár másikukról, hogy az erdélyiség miatt lennének ilyenek, vagy olyanok. Akkor vagy miért? Olyanok. Hát azért, jó részük azért, mert a hatalom az nagyon édes, és hogyha valaki meg ezt választja a hatalma fundamentumának, hogy megveszekedett Orbán Fan, hát akkor azt hiszem, hogy ez egy hit, egy lélekállapot, azért lenne egy demokrácia, azért lenne egy jogállam, hogy ilyen pozíciók közepébe sokkal konszenzuálisabb pályázatokkal, mint az illető nem pályázattal jutott volna onnan, de mondjuk mégis jobban meg lehetne gondolni, hogy milyen pozíciókra kikerül. Sosincs jó döntés természetesen, vagy egészen jó döntés, de a motiváció az egészen bizonyos vagyok benne, hogy van ilyen is, van olyan is, van amolyan is, de hogy ennek a motivációnak nincs köze, vagy alapvetően annyi köze van az erdélyiséghez, mint az, hogy én történetesen Tolna megyében születtem. Vagy X máshol, vagy Y megint más. De ugye abban egyetértünk, hogy itt szándék az, kormányzati szándék az, hogy ez a bizonyos ellentét, amiről most beszélünk, ez meglegyen. Igen. Ez is kormányzati szándék, hogy ha ez a beszéd működik, akkor lehessen szívhez kapni és azt mondani, hogy hát ez borzalmas, hogy lehet ilyen alapon. És ugye a baloldal nemzetellenes, rátort nemzetére határon kívül, stb. És el lehet kezdeni, föl lehet tenni ezt a lemezt. Nem azért borzalmas, vagy azért nem tetszik nekem ez az erdélyizés, mert föl lehet tenni ezt a lemezt, mert hogyha egy szó erről nem esne ezt a lemezt, akkor is föltennék éjjel-nappal, állandóan. Mert hogy hiszen így lehet ezt az ellenségképzést működtetni, de azt hiszem, hogy mindenki jobban jár, hogyha más kategóriák mentén keressük azt, hogy ki miért vállal szerepet, méghozzá elég jelentős szerepet ebben a velejéig romlott, cinikus, korrupt rezsimben, ami remélem, hogy már nem tart soká. Reméled? Hát remélem, mert ennél többet nehéz mondani. Én tényleg remélem. Hosszasabban kifejtve, nagyon remélem.
még hosszabban nagyon-nagyon-nagyon. Nézd, azt gondolom, hogy ugyanez ilyen nagy szavaknak tűnhet ilyeneket mondani, de most pillanatnyilag nem nagyon van más választása mindazoknak, akiknek elegük van ebből a fajta kormányzásból is, ebből a cinizmusból is, ebből az attitűdből, mint hogy megpróbálják törvényes eszközökkel, de adott esetben egy választással megpróbálni leváltani ezt a hatalmat. Számtalan más lehetőség van, de ezek valószínűleg nem tartoznak sem a megvalósíthatóság és a megvalósítandóság kategóriájára. Te gondolod, hogy csak törvényes eszközökkel ez sikerülhet? Remélem, hogy sikerülhet, mert a törvénytelen eszközök azok, még ha rövid távon az ott esetben talán vezetnének is valamire, hosszú távon mindenképpen megbusszulják magukat. Azt mit nevezel rövid vagy hosszú távon? Rövid távnak azt nevezem, hogy lehet zárójelbe tenni egy erős legitimáció, vagy egy erős indulat esetén a meglévő törvényeket, de aztán másnap, harmadnap, két hónap múlva az, hogy valaki törvényeket prédikál, és finoman szólva nem tartja be őket, amikor az az érdeke, az azért mégiscsak aláás egy jogállamot, lásd az Orbán rezsim. Ezt akartam mondani, hogy ennek a mostani rezsimnek ez a bizonyos törvénytelenség, ez 10 éve igen, nagyon jól igen, megy. Igen, de ez nem jelenti azt, hogy amikor változás lesz, akkor törvénytelenségekkel kell feltétlen ezeket a változásokat elérni. Ugyanis, hogyha akkor el kéne dönteni, hogy vagy törvényen kívülinek tekinti magát az ellenzék úgy, ahogy van, és akkor nem indul semmilyen hatalom által generált választásokon, vagy pedig, ha elfogadja a választásnak a törvényeit, akkor egészen addig, amíg nem változtatja meg őket, addig kénytelen elfogadni az állam adott törvényeit. Lehetnek ad abszurdum esetek, és nem mondom, hogy nem lehetnek. Nem tudom, hogy milyen törvényeket képes, vagy tud, vagy akar még hozni ez a rezsim, de én azt gondolom, hogy ha már eddig ezekből a törvényekből játszott az ellenzék, akkor ha, és amennyiben meg tudja nyerni ezt a választást, akkor is jobb, ha ezekből játszik. Ha én most olyan naív lennék, mint te, nem vagyok olyan naív, bocsánat, akkor elhinném azt, amit Orbán 2009-ben mondott, hogy egy évvel a választások előtt egy tisztességes kormány már nem változtat a választási szabályokon. Hát ebben teljesen egyetértünk. Ezt nem tartom egy tisztességes kormánynak. Ja. Tartom egy tisztességes kormánynak semmilyen körülmények között. Tehát ez bele azt hiszem, hogy a választópolgárok többségének az egyik legnagyobb baja, hogy nem tisztességes. Uh-huh. Ugye abban egyetértünk, hogy visszatérve egy pillanatra az államtitkár úrhoz, hogy ő mindezt nem tehetné meg felsőbb jóváhagyás nélkül. Nem tudom. Fogalmam nincs. Annyira ahhoz szokott hozzá a, mondjuk így, hogy nem kormánypárti közvélemény, és nem ok nélkül, hogy mindent egyetlen ember dönt el a pille minden szárcsapását, hogy már nagyon nehéz elgondolni is, hogy a vezéri utasítás nélkül valaki felfortyan hülyeségeket beszél, vagy egyáltalán olyasmiket mond, amiket a pozíciójából fakadóan nem biztos, hogy mondania kéne. Én bőven nem tudom képzelni, hogy ez egyszerűen csak egy ilyen fölszittyanás és kész. És a oka is célja, az okát azt nem tisztem megítélni, a célját én úgy érzem, hogy nem nagyon ért el. Mindesetre ebbe a trollkodásba, ebbe a vadakat mondani, hogy beszéljenek róla, abba bőven és pontosan beleillik, hogyha nem is annyira szárnyas mondat, mint azt, hogy mi majd télen függünk, azok meg majd, ott meg majd a férfiak szülni fognak. Kinek mit intéz a kormánya, hogy a világ eszét idézzem. Ez egy igazi, igazi elmeosztály folyosói mondat.
eszelős ütemben szállja meg a rezsim, a kultúra, és benne a színház, az irodalom, a zene, a könnyű zene, még azt is hozzáteszem, mindenféle pozícióit. Akár tetszik, akár nem, ki kell mondani ezt a szót, hogy kultúrharc, kultúrkampf folyik. Igen fura, aljas, érdekes emberi, emberekkel és tulajdonságaikkal. Honnan kerülnek elő ezek az emberek, és miért? Hát én nekem egyikre sincs határozott válaszom, megint csak azt tudom mondani, hogy többféle helyről, hogy miért, azért, mert így, ezért azért azt gondolják, hogy ők ezt majd máshogy tudják csinálni, mert egyszerűen miért, miért hatalom? A hatalomvágyból, ebből, abból, amabból, hát azért, mert ha valaki kinézte őket, akkor biztos a hivatalhoz majd észt is állt, ha meg megvan az ész, akkor az jobban fog kamatozni gazdaságilag az a, az a pozíció, és hát ugye ez egy régi igazság, hogy mindig mindenhez találni megfelelő embert. Egyébként, ha megnézed, és nem, a, nem az intézmények felől nézed meg a, ezt a kultúrkampfot, hogy mit és hogyan tud megszállni egy hatalom, akkor most picit ilyen fellengző szóval, de a lelkeket nem tudja megszállni. Biztos vagy benne? Eléggé. Oik lelket, igen, oik lelket nem. És hogyha elnézed ezt, hogy maradjunk az előbbi teljesen eszement felosztásnál, 80%, 20%, akkor ez implicite azt is jelenti, hogy tán a 20% lelkét így vagy úgy. De hát az a 80% az azért is menjen a kukába, mert nem velünk elszibártkodik. Tehát, hogy azért ez nem olyan, nem megy olyan egyszerűen. Tehát írók, írjatok remek műveket, de emögött természetesen az van, hogy írjatok olyan műveket, amelyek nem problémásak, minket nem piszkálnak, és akkor majd mi adott esetben remek műnek nyilvánítjuk őket. De hát ez nem így megy, hát ez pontosan lehetett látni. Nézd meg a 20. század nagy diktatúráiban, persze születtek kampányregények, irányregények, születtek borzalmas művek, ugye Vaskó lett hazudva a lófasz helyére ezerszer és ezer esetben, de hát nem lehetett nemzedékeket mindenestől, a tehetségüket nem lehetett megszállni, rájuket nem lehetett megszállni. Legrosszabb esetben is lerázták magukról, mint kutya a vizet, kicsit olyik szégyelte magát, olyik egyáltalán nem, sőt. És ezek a diktatúrák, ezek elmúlnak anélkül, hogy roncsolják a kultúra szöveteit, de hát a közoktatás szöveteit is, és így tovább, tehát itt nem, itt nagyon tágan értve van szó a kultúráról. De én mégis azt hiszem, hogy ami ebben a kultúrában fontos, a kritikai attitűd például, meg a függetlenségre való legalábbis hajlam, meg hát hogy bizonyos tehetség nélkül ezt nem árt csinálni, vagy bizonyos tehetség szükségeltetik hozzá, ezt nem lehet parancsszóra és felsőbb utasítása mindenestől eltörölni, vagy eltüntetni. Tehát ez nem nagy bizalom, meg nem is azt mondom, hogy naivság. Hát látom, persze, az intézményeket meg lehet szállni. És az intézményekben lehet olyan helyzeteket teremteni, hogy el lehet lehetetleníteni egzisztenciálisan mindegy egy csomó embert. De itt én hosszabb folyamatokról beszélek. Ez egy elég hosszú, ez a 12 év természetesen, meg kell mondjam, a korábbi kemény diktatúrákhoz képest. De ez nem is egy kemény diktatúra. És nagyon reméljük, hogy nem tud kemény diktatúrává válni. Tehát én is féltem a kultúrát, féltem, ha tetszik, a lelkeket, a szavazókét is, akik ilyen tényleg ilyen hitbéli kérdést csináltak ebből az egészből, de nem gondolom azt, hogy ez reménytelen. Mit nevezeltek kemény diktatúrának? Azt nevezem kemény diktatúrának például, ahol egy adott területen, mint az asztal, ebből nem lehet kimenni se fölfelé, se oldalra, és az a fő tétje a dolognak, hogy be se lehessen jönni, és be se lehessen engedni olyasmit, amit mi nem akarunk. Ez az egyik kritérium azért a kemény diktatúrának. Én azt gondolom legalábbis. A másik az, hogy aki nem tetszik, azt elviszik, aki nem tetszik, azt börtönbe zárják. Azt nevezem kemény diktatúrának, ahol el lehet csalni olyan direktbe választásokat, mint ahogy a Lukasenka tette, és itt tovább is innen fölfelé és kifelé. És azt mondom, hogy ez ebben az értelemben nem egy kemény diktatúra, csak egy épülő diktatúra, akkor ezzel nem mondtam túl sok jót. Csak annyit mondtam, hogy pillanatnyilag ez hol tart és hol áll. Tudod, néhány évvel ezelőtt
Én egy idős kollégának, akit nagyon sokra tartottam, nagyon tiszteltem, Randé Jenőnek hívták, nemrég halt meg, föltettem ugyanezt a kérdést. És ő azt mondta, hogy, illetve én azt mondtam, hogy ez is egy ugyanolyan diktatúra, mint a Rákosi korszak volt. Bár a Rákosi korszakban, és itt elbizonytalanodtam, embereket öltek, meg börtönbe csuktak. Mire ő azt mondta, hogy nem biztos, hogy ölni kell. Lehet lelkileg is tönkretenni, és egzisztenciálisan embereket, és az lehet, hogy rosszabb, mint hogyha börtönbe zárnánk őket. Igen, ez is egy létező igazság. Adott esetben így is lehet, de megint mondom, és hogy... És ez megvan? Igen, sok esetben megvan, sok esetben nincs meg. Egy csomó embert nem tudtak lelkileg, hogy úgy mondjam, lelkileg börtönbe zárni. Sokan, akik úgy érezték, hogy nekik ebből elegük van, és megtehették, azok arrébb költöztek két-három országgal ugyanabban az Európai Unióban, és azon belül, aki ezért azért itthon maradt, adott esetben megteheti, hogy teljesen hátat fordítva az állami csatornáknak tájékozódjon. Kétségtelen, hogy a többség, aki bérből és fizetésből él, az ennek az egésznek, ennek a hát a, hogy mondjam, a félelemmel szívesen appelláló és játszadozó diktatúrának a bizonyos fokig kiszolgáltatottja, de azért én egy pillanatot se keverném össze se a Rákosi diktatúrával, semmelyik későbbi zárt rendszerrel. Nem lehet hát, csak az is sem lehet, mert ez már jóval hosszabb, mint az volt. Igen, de abban például, és ez egy nagyon ócska ellenérve, nagyon jól tudom, de mégis meg kell jegyezni, hogy ezt a beszélgetést például nem folytathattuk volna le. Ez nem erénye, vagy nem előnyére mondom ennek a rendszernek, mert hát még jó. De mégis tény. Tehát ne, ahhoz, hogy az embernek nagyon rossz véleménye legyen szerintem egy rezsimről, és nekem elég rossz erről a rezsimről a véleményem, az nem kell, hogy minden más rezsimnél rosszabbnak, szörnyűbbnek és borzasztónak tartsa az ember. Az indulatainak ez jót tesz. Tehát annak, hogy fölhorgad az ember és fölkrenkolja magát, annak jót tesz. De enélkül is ezt lehet nagyon, nagyon rossznak és alávalónak tartani. De a szó olyan értelemben élhetetlennek, mint nem tudom én történetesen egy náci diktatúrát a 30-as évek második felében, vagy mondjuk Magyarországot 1951-ben, 52-ben, ez lehet, csak ez valószínűleg nem áll meg semmi összehasonlításban. Nem mintha ez is számítana, mert hát ez szubjektív. Most azon gondolkodtam el, hogy azt mondod, hogy ez a beszélgetés nem jöhetne létre, vagy nem jöhetett volna akkor létre. Szerintem ez a beszélgetés itt azért jöhet létre, mert a fővonalat, a mainstream médiát, azt már úgy, ahogy van, bedarálták, elfoglalták. Az, hogy vannak ilyen partizán alakulatok, hogy használjam ezt a szót, mint akár a Partizán TV, akár ezek a kis helyek, hogy itt az erdőben még lövöldözgetünk, aztán egyszer csak azt mondják, hogy ez sincs. Olyan, mint hogyha én védeni akarnám ezt a fajta formációt. Eszem ágában nincs védeni, de mondom, hát ez akkor is léte. Az, hogy a médiának a 80%-a elstand dolga van, meg van véve, ez kicsit 90, teljesen minden. Tényleg ezek nagyon kevesen és elenyészően vannak. De a szónak a klasszikus értelmében, a diktatúrában ezek a képződmények egyszerűen nem létezhetnének, még a direkt szamizdat esetben nincs, csak pusztán ennyit mondok. Állatira félreérthető, olyan, mintha én most itten provokátorkodnék, mert szó sincs semmi ilyesmiről. Mondom, ettől még, igen, ezek szorványos alakulatok, ezek valóban a tizedét vagy a huszadát se érik el annak a közönségnek, amely közönséget, ha elérnék, akkor nem kéne félni attól, hogy a következő választás megnyerhető-e vagy nem. Tehát normális esetben, hogyha mindez, amiről az erdőbeni lövöldözések, ahogy te mondod, szólnak, hogy ezek azelőtt a közönség előtt történnének meg, akikre tartoznak, hát akkor erről talán már nem is kéne beszélni, ez benne az abszurd, azt gondolom. Mm. Igen, ez egy borzalmas, vagy egy rettenetes helyzet, és amennyiben ez nem változik meg, vagy ez lehet az oka annak, hogy,
hogy nem sikerül áttörni ezt a falat. Igen, ez elképzelhető. Lesz itt egy új kifejezés, egy új név, ami pillanatokon belül főszerepet fog kapni szerintem mindenhol. Korábban ugye megajándékoztak minket a terrorháza elnevezéssel, aztán a sorsok házával, most pedig látom közeledni a síkon a magyar nyelv házát. Egyszerű a kérdésem, kell ez? Nézd, nagyon nehéz ezt látni is, hogy ez most mit akar. Ugye elég nehéz látni azt, hogy mit akar a sorsok háza, az, hogy a terrorháza mit akar, az nagyjából látható. Most én, mint író, sem mondhatom azt, hogy bármi olyan intézmény, amelyik a nyelvvel, az irodalmi nyelvvel, vagy az egyik legfőbb kultúrhordozóval kapcsolatban végez ezt, azt, amazt, az fölösleges lenne, vagy kártékony lenne. Nekem is heróton van ezektől a hangzatos, bombasztikus kifejezésektől. Én azt gondolom, hogy a magyar nyelvháza, vagy házai, azok az egyetemek. A magyar nyelvháza a Petőfi Irodalmi Múzeum, egy szakmai vezetésben, a magyar nyelvháza minden múzeum és minden iskola. Na most majd, hogyha ezek valóban a magyar nyelvházai lesznek, nem pedig ilyen pária és egyetemi alapítványokba kiszervezett bulijájek, akkor lehet azon gondolkodni, hogy hol és milyen magyar házát kell építeni. Nekem mindig ilyenkor egy érdekcsoport, meg néhány építési vállalkozó jut az eszembe, hogy minél nagyobb alapon, minél nagyobbat, minél szélesebbet, ez annál nagyobb buli. Ennél többet én nem tudok erről gondolni. Magyar nyelvháza, miközben az iskolai oktatás színvonala egyfolytában süllyed, hagyják el a tanárok a pályát, és így tovább. És amit az egyetemekkel csinálnak, az is elég gyalázatos. Hát, nem tudom, milyen nyelvre van persze gondolni, lehet, hogy arra a nyelvre, amivel a hatalmasok hátsóját lehet nyalni. Ebben az esetben valószínűleg nem tudnak elég sok intézményt létrehozni mindenre, mert hát ebből természetesen soha nem elég. De azt hiszem, hogy a másik nyelvre van itt most gondolva. Igen, valószínű. Kásler miniszter, amikor megbízta Demeter Szilárdot, a Nemzeti Könyvtár a Magyar Könyvszakmai és Irodalmi Közgyűjtemények integrált fejlesztésért felelős miniszteri biztosává, akkor abban az okiratban azt írják, hogy előkészíti és koordinálja a Magyar Nyelvháza zöldmezős ingatlan beruházás előkészítését, tehát itt valószínűleg neked van igazad, majd a költözés folyamatát. Na most, ha ellátja a nemzeti gyűjtemények megújításával és lehetséges integrációjával kapcsolatos tárca és ágazatközi feladatokat, különös tekintettel az Országos Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum fejlesztéseinek összehangolására. Na most, ha arra gondolok, hogy a Széchenyi Könyvtárat már költöztetik ki, hát az valahova vidékre. Egy darabig azt hiszem, mert azt onnan egyszerűen nem nagyon lehet, ahogy én tudom, kiköltöztetni, tehát itt lehet, hogy folynak ilyen kiköltözgetések, meg riaszgatások, de azt onnan kirobbantani nagyon nehéz lesz, és nagyon bízom benne, hogy erre nem lesz ideje. Azért mondjuk már ki, hogy a Budai Várban vannak. Igen, hát ez egy nem egy szerencsés dolog, ugye, hogy ugyanott van a Nemzeti Könyvtár, amit minden estül meg akar szerezni magának a NER, de hát onnan nem nagyon lehet kivenni. Hogyha úgy érted, hogy a magyar nyelvházába költözne be az Országos Széchenyi Könyvtár. Nem, hát arról elhangozottak mindenféle ezek, hogy vidékre akarják vinni valahova. Igen. Nagyon jó ötlet. Remek. Tényleg remek. És tényleg semmi egyéb nincs Magyarországon, mint zöldmezős beruházásban. Nem akarok egyetlen egy vidéki településre megnevezni, de mit tudom én hol. Fölépíteni, amit tudom én, micsodát. Nézd, ezek azt hiszem, hogy bombasztok, és nem nagyon járnak olyan nagy, úgy látom, hogy nem járnak túl nagy kockázattal, mert az a pár százmilliárd, vagy mit tudom, pár milliárd forint, amit egy ilyen projektnek az zöldmezős, nem tudom én milyen előkészítő intézménye elkölt, az a mi léptékünkben sok pénz, de onnan nézve egyáltalán nem sok. Mind-mind azt gondolom, hogy a propaganda része, és hát ezekből azért egy csomó minden nem valósult meg. Nem tudom, én nem vagyok szakember, hogy például a Széchenyi Könyvtárnak mi lenne
az egyszer és mindenkorra megnyugtató, komoly elhelyezése. Biztos, hogy rengeteg pénzbe kerülne. Biztos, hogy fontos is lenne. De azt is tudom, hogy hogy a vár alatt, vagy a várban olyan mértékben egy csomó dolog ott van és bent ül, hogy nem tudom, hogy hogy lehet. Nem értek hozzá. De talán fontosabb dolgok is lennének. Igaz, hogyha ezeket a stadionokat most át lehetne egy Siribi-Csiribával nemzeti könyvtárra változtatni, az nem lenne egy butaság, mert így mind le fog rohadni. Hát voltak stadionok a világtörténelemben, amik funkciót váltottak, de nem könyvtár lett belőlük. Hát nézd, igen, ez is egy lehetséges funkció Csillétől Szibériáig, de én inkább azt gondolom, hogy ezeket egyszerűen nem fog lehetni élettel megtölteni, mert egyszerűen nem lehet őket kivilágítani. De akkor mi folyik végül is? Mert oké, színházakra rátenyereltek, médiára rátenyereltek, és a többi. A nyelvre rá lehet tenyerelni? Hát, hogyha elég hosszú is kinyújtod rá. Bocsánat, ezt nem enged, nem. Nem lehet rátenyerelni. Van egy nagyszerű könyv, a Viktor Klemperernek a Harmadik Birodalom nyelve című alapműve, amiben ő azt vizsgálja egy hosszú ilyen nagy napló eszében, hogy hogyan változtatja meg és értelmezi át a nyelvet, vagy teszi a saját propagandája eszközévé egy diktatúra, és hogy ez hogy szivárog szét a köznyelvbe oltatlanul is, mennyire határozza meg egy idő után a köznyelvet, hogyha egy másik nyelvet már mondjuk nem tanácsos, tehát egy kemény diktatúrában. Nagyon-nagyon izgalmas alapmű, és amikor a Klemperer a világháború után a rendékába volt, és ott tanított, akkor ő pillanatokat rájött arra, hogy hát ezt folytatni kell. Tehát az NDK nyelve az semmivel sem, hogy úgy mondjam, érintetlenebb ettől sem, meg hát attól, hogy a saját maga a bürokrata és a bükfa nyelvét megcsinálja, de ezzel együtt azt gondolom, hogy rövid távon elő lehet idézni nyelvi változásokat, és el lehet bizonyítani embereket, hogy mit jelent az, hogy magyar, mit jelent az, hogy haza, mit jelent az, hogy nemzet, de hosszú távon én azt remélem, vagy azt gondolom, hogy ezek kiegyenlítik egymást. A nyelv az egy sokkal nagyobb dolog nálunknál, és nem változik annyira a pillanatokra. A nyelvi divatok változhatnak, bizonyos kifejezéseket ki lehet radírozni, be lehet tiltani, vagy akár túl lehet húzni, túl lehet hangoztatni, és így lehet devalválni őket. Például, hogy meghalom, hogy magyar, magyar ez, magyar az, magyaram az, akkor az embernek már erőtje van, holott pedig hát ez egyrészt egy nagyon fontos szó Magyarországon, ha magyar, de a túlhasználat az mindig devalválja a nyelvet. A nemzeti del vagyok. A nemzeti dettó. Hát a nemzeti ugyanaz, és akkor még százával lehetne ezt használni, de a mi egyedi nyelvhasználatunkhoz, meg az egyes egyedi életünkhöz képest, ez egy sokkal nagyobb, sokkal komolyabb dolog, még egy ilyen relatíve kis nyelv is, mint a magyar, egyébként nem olyan kicsi a világ, mint a 33. legnagyobb nyelve. Tehát nem lehet nyelveket átállítani mindenestül. Ezt gondolják olykor ilyen lelkes nyelvművelők, lelkes hívők, de hát ezek csak inkább ilyen szándékok. Régiek azt mondták, hogy a nyelv az a szabadság eszköze. Ez igaz? Hát nézd, mindig a nyelv. Hát a nyelv az bármikor lehet mindennek az eszköze, amire az ember csak használja. Lehet a kényszerítésé, lehet a szabadságé. Ha onnan nézem, hogy bizonyos elemeknek az egymás mellé tevése és ennek a végtelen variációja, akkor feltétlen a szabadság nyelve is, a nyelv. A szabadság kérdése is, és a szabadság, hát igen, akár mondhatom így is, igen, így van, hát a gondolkodás is. Ugye, mert még hogyha valaki a nyelvében, vagy a kimondott szavaiban, vagy a nyilvánosságra adott szavaiban adott esetben fél is, vagy azt érzi, hogy hallgatnia kell általában a világban, az nem jelenti azt, hogy a gondolkodásában is hallgatnia kell, deformál, persze. Hosszú távon meg nagyon deformál. Ezt egy ilyen nagy klasszikus diktatúrák
mint amilyen a Szovjetunió volt, ott azért lehet érzékelni. De azok hosszabb szakaszok. Igen, alapjában a szabadság eszköze. Az írónak a munkaköri kötelezettségeibe mi fér bele? Például a politizálás belefér, vagy a társadalom életébe való beavatkozás az kötelező? Nem. Egyáltalán nem kötelező. De megengedett? Hát hogy ne lenne megengedett bármi az író? Az írónak nincs saját, még saját magával se kollektív szerződése, vagy hogy mondjam, bele van írva, hogy ő mint munkaadó, őt mint munkavállalót mire kötelezheti. De én azt gondolom, hogy egy alapel van, hogy egy valamit nem nagyon lehet mondani, hogy kell, és hogy muszáj. Tehát, hogyha komolyan veszem mindazt, amit a szabadságról gondolok, vagy a demokráciáról gondolok, akkor az irodalomban egy valamit nem lehet mondani, hogy az írónak ezt, vagy azt, vagy amazt kellene, vagy kötelessége volna, vagy muszájna. Az, hogy tehesse meg. Ez a minimum és a maximum. Tehát milyen alapon mondom én bármelyik kollégámra, hogy igenis ebbe és abba bele kéne szólnia, vagy milyen alapon mondja ő, hogy én ebbe, abba ne szóljak bele. Magyarán akkor a politizálás beletartozik? Nem tartozik bele, de belefér. Az íróság vagy beletartozik, de akkor minden beletartozik. Az író ugyanúgy él, ugyanúgy része ennek a társadalomnak, mint bármelyik más foglalkozás. Más anyaggal dolgozik, és másként, és a produktumok azok szükségképpen intenzívebben bekerülnek egy nyilvánosságba, és így ha tetszik, a nemzeti gondolkodásba. És akkor mit kell néznünk inkább, az írónak a politikai nézeteit, vagy a nyelvhasználatát, a regényszövését, a nyelvi gazdagságát? Hát amennyiben az írói érdemeire vagyunk kíváncsiak, illetve íróként akarjuk értékelni, másként mondom, amennyiben a műveit akarjuk értékelni, mint esztétikai tárgyakat, akkor feltétlen. Ezt és ezeket, a megalkotottságot, a nyelvi erőt, és így tovább, és így tovább. De ezt mindenki szabadon megteheti egy íróval, bármelyik íróval, hogy nem ezt nézi, vagy kimondva, vagy kimondatlanul nem ezt nézi, hanem azt nézi, hogy ha tetszik a magánéletébe, vagy a műveiben mennyire folyik bele a társadalom életébe, vagy mennyire beszél közéleti kérdésekről. Egyszerűen a nyelv természete olyan, hogyha a legizoláltabb, leghermetikusabb nyelvet is használod, egyszerűen a kontextustól függően ez mindenképpen kap egy társadalomkritikai élt. Hogyha Vörös Sándor azt mondja, hogy panyigai ű, és ez bekerül egy ilyen társadalmi kontextusba, hülyék, primitívek közé, akkor ez kap egy társadalompolitikai élt, mint egy parodizálván valamiféle butaságot, elmaradottságot. Ergo nincs olyan hermetikus nyelv, amit ne lehetne ilyen kontextusba állítani, nem is érdemes kísérletezni. Akkor sarkítsam a dolgot. Vas Albert esetében mi a lényegesebb? A politikai nézete, vagy pedig a nyelv használata? Hát én azt hiszem, hogy ha a Vas Albert regényeit valaki meg akarja ítélni, akkor nyilván ezzel a kérdéssel szembe kerül. Teljesen legitim, hogyha valaki a Vas Albertnek a közéleti vagy a politikai múltja miatt, vagy ne adj Isten, vagy adj Isten, az ő szerepe vagy eszközként való lobogtatása miatt egyszerűen azt mondja, hogy ő köszöni szépen, ő a Vas Albertet a számára fontos írók közül kiiktatja, és ez is egy teljesen legitim álláspont. De hogyha egy X novelláját ítéli meg, akkor jó, hogyha nem abból indul ki, hogy a Vas Albertet milyen román bíróság mentette föl, és milyen nem. Ez igaz a Nyírőre, igaz a Szabó Lőrincre, igaz mindenkire. Ettől embernek még lehetnek erős véleményei arról, hogy kinek milyen erős véleményei voltak a pályának, milyen szakaszában, de az, hogyha az egyiket vagy egy az egyben rávetítjük a másikra, hát akkor gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, mint amit a cenzúra csinál. Vagy ez a cenzúrának nevezhető, vagy nevezhetett képződmény. Ha? Nem gondolod, hogy ideje lenne ismét elővenni, vagy valakinek megpróbálkozni egy hasonlóval, mint az Állítsátok meg Arturo újít volt? Laci, lehet, de ugye az a fantasztikus az irodalomban, hogy kumulatív. Tehát, hogy,
hogy az egyik mű az nem üti ki a másikat. Tehát, hogy megszületik egy mű, az nem teszi zárójelbe a világirodalom előtte lévő. Akkor úgy hangzott volna helyesen a kérdés, hogy elővenni ismét az előtt. Igen, ismét. Hát ez az Arthur Uyt, azt hiszem, hogy időről időre előveszik, ahogy előveszik a Dürrenmattot, ahogy előveszik ezeket a fontos műveket, az 1984-et, és így tovább, és így tovább. Úgy látom én legalábbis, hogy az egész Európában a diktatórikus gondolkodás, vagy a kizárólagos gondolkodás, vagy ez a szélsőjobbos gondolkodás, ez nagyon is foglalkoztatja a művészeteket. És ezek időről időre előkerülnek, és nagyon jó, hogy előkerülnek, és hogyha íródnak újabb disztópiák, vagy újabb földolgozások, azt is nagyon, nagyon rendjén valónak gondolom. Ez mind azt mutatja, hogy azért a viszonylag józan többség az inkább békében tud és tudna élni egy olyan rendszerrel, amit egyszerűen parlamentáris demokráciának hívunk, ami nem egy jó rendszer, mint a Churchilltől tudjuk, de hát ennél jobbat még azt hiszem, hogy nem találtak ki. És minden kísérlet, amelyik az ellenkezőjére irányult, ott embermilliók haltak meg, úgyhogy még az Orbán rezsim nagyon jól járt eddig, hogy nem nagyon haltak meg miatt emberek. Hát most egy pillanat, zárójel, Covid. Igen. Hát ezt azt gondolom, hogy amennyi ebből látszik, én ezt látom belőle, hogy sokszor a saját rövid távú érdekeik szerint döntenek, de látom ezt az általános tanástalanságot is, és azt is látom, hogy mennyi féleképpen elégedetlennek népek, emberek, embercsoportok, bármivel, ami történik. Én már régen sokkal élesebben zártam, vagy nem vagyok szakember. Lezártam volna, például nem értem, hogy miért nem kötelező. Azt, hogy a boltokban miért nem kötelező a maszkviselés? Ez kinek lenne egy valamiféle eminens érdeke, hogy ne legyen? A kereskedőknek, hogy akkor kevesen menjenek a boltba. Hát ilyen alapon a BKV-nek legalább akkora érdeke, hogy emberek utazzanak a közlekedési eszközökön. Tehát nagy eseményekről beszélek, én a foci meccsekről. Na jó, de a nagy eseményeknél eddig is azt mondták, hogy kivétel. A Fidesz kongresszus kivétel. Hordani kell, de a Fidesz kongresszuson nem kell hordani. A kitömött szarvas kiállításon nem kellett hordani, máshol meg kellett hordani, de hát erre mondom azt, hogy ez a rezsim ez a saját céljainak, vagy mindenestül a saját céljaira szeretné ezt kihasználni. Hát, tudod, hogy merre viszi ez a rezsim ezt az országot? Ez a csaló rezsim, ahogy te fogalmaztad meg korábban. Merre? Hát, kérdezlek téged? Nem, hát most én azt gondolom, hogy nagyon rossz, nagyon nehéz ebből a most föltételezem, hogy valakik a fejükhöz kapnak, és azt mondják, hogy most már talán inkább hatalmon kéne maradni, mint bukni ezzel az egésszel, ami most van, hogy lehet ebből a retorikából kiszállni és visszaszállni, hogy lehet visszaszedni és azt, amit már nincs, és nem is akarok ötleteket adni, de az biztos, hogyha ez így marad tovább, ezzel a finoman szólva impertinens, még ha ez a tömegeknek szánt félig, meddig szemfényvesztés is. De ez az impertinens magatartás, hogy ugye 120-szal jön valaki szembe az autópályán, nem egy valaki, hanem mindenki. Ezzel én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ennek csak és kizárólag bukás lehet a vége. Méghozzá én azt gondolom, hogy minél hamarabb. Milyen irányba? Hát én azt gondolom, hogy egy fenntarthatatlan irányba, mert a következő lépés azt hiszem, hogy csak az lehet, hogy direkt egy az egybe szabadság ellenes intézkedéseket hozni, utazási korlátozás, internet lekapcsolás, vagy legalábbis megnehezítés és ilyenek. Tehát olyan típusú intézkedéseket, amilyeneket eddig ugye egy este alatt elsöpört a nép harag, vagy minek mondjam, lásd, amikor internetdíjat akartok volna befejezni. Tehát abban a pillanatban, amikor ezeket az intézkedéseket bárki meghozná, akkor aztán végén is átbillent, nem fogják meghozni. Én abban bízom, hogy ennek így... 2012-ben azt mondtad, hogy valami nagyon félrement, de soha nem fogja tudni Orbán diktatúrává alakítani ezt a rendszert. Fenntartod, vagy revidiálod?
fenntartom, annyiban tartom fenn, hogy ha továbbra is azt értjük diktatúra alatt, tehát nem csak így a hétköznapi használatban mondjuk azt, hogy hát ez most már teljes diktatúra, hanem fenntartom, hogyha ezt a szót azokra a rezsimekre tart, vagy azokra a rendszerekre tartjuk fenn, amelyeket így ismerünk a 20. századból, akkor ehhez képest ezt a diktatúrát mindent megpróbál, vagy próbált, hogy kiépítse, de olyan a környelállás, hogy ezt a nagy művet befejeznie, azt hiszem, hogy nem fog sikerülni. Ennyiben tartom fenn. Az, hogy 2012-ben el nem tudtam olyan képzelni, hogy mindezt meg lehet csinálni Magyarországon, amit azóta meg lehetett, ez bőven ellenem szól, ez tény. Köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra!